Nincs igaza. Igaza van? Nincs! Igaza van, mit csinálja? Hát, szó, látom, nincs igaza. Na, ez egy kísérleti adás több szempontból, egy szempontból amúgy, nem tudom miért mondtam, hogy több. Egy olyan kísérleti adás, hogy a Twitch-en felveszem az egészet, hogy hogyan készül a videó, és utána a YouTube-ra meg kimegy egy megvágott verziója. Például ezt, hogy itt makog, azt kivágom. És ma egy szakértőhöz fordulunk, aki elméletileg, akinek a specialitása az, hogy hogyan kell visszahódítani az Excel. Kezdjük! Üdvözlet itt a fókuszra! Csoport! Csoport! Amúgy előtte még kirage-elem magam. Előbb még nagyon ideges voltam, és most rágondolok, és megint ideges lettem. Ugye, várjátok, szólok minden katásnak, amikor kimegy ez a rész, az 25-e, máig lehet a katás adóbevallást megcsinálni. Úgyhogy mindenki csinálja meg. Én meg akartam ma csinálni, hát nem tudtam. Billingon vagyok, már nem sokáig amúgy, ugye ott vannak a számláim, és most már fizetős az, hogy így a tavalyi számlákat így össze tudjam adni, vagy meg tudjam nézni, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor befizetek egy hónapra, legjobb, levonta a pénzt, és nem lettem előfizetve. Ügyfélszolgálat, ez csak holnap reggel 10-től lesz, úgyhogy a Billingót az senkinek sem ajánlom. Ez a rage, de csak, ne csak negatív reklám legyen. Ma jött a postán. Amúgy ilyen nem lesz többet, hogy csak így le lehet minket kenyerezni. De valamint rage-eltem múltkor, és írt a kafénes, hogy akkor küldenének kávékat, és mondtam, hogy jó. És akkor küldtek egy csomó ilyen menő házi kávét. És köszönjük nekik, de nem mondták amúgy, hogy ezt be kell mondanom bárhol, meg ilyenek, csak gondoltam, olyan meghatódtam, hogy ilyen jó fejek, hogy akkor gondoltam, elmondom, de a több cég már ezzel ilyen nem lesz többet. Fiona Bonsnak mindig olyan... Kellemes a kisugárzása? Olyanok a borítóképei, hogy így rákattinten az ember. Karennak új videója, azt mindenkinek ajánlom, Karennak mindig jók a videói. Na! De menjünk tovább, valami ex visszahódítás, nem tudom már mi volt a csatorna. Tolvaj Norbert, probléma megoldó ex visszahódítás specialista. Akkor reggel fölkeltem, mindig meg tudsz lepni. Nem érjük, hogy vannak ezek, akik a csajozás szakértői, ugye mint tudjuk a Nicolas Victort. Neki annyi új videója van, hogy én akarok egy hosszabb adást, amiben Nicolas Victor videókra akarok reagálni, már valószínűleg a Borkát is meg fogom hívni, hogy mégis egy női szemszög is legyen, és tök jó fej, de még hát nem tudom, mikor fog sorra kerülni, de hogy van, ezek szerint ex-visszahódítás specialista is, ez nekem új. De miért foglalkozik ezzel Norbert? Azt írja, hogy társkeresés és ex-visszahódítás, na ezért foglalkozom vele. Na jó, hát nézzük meg. Egyszerű srác, aki olyan, mintha szomszédod lennék, és próbálok neked segíteni abban. Ezektől a videóktól olyan, milyen feelingje lesz? Olyan, mint hogyha ilyen MLM-be akarnának beszervezni, mindig az a feeling, nem? Mindig rájövök, hogy miért. Mert nem azt mondja, hogy bemutatom nektek, meg neked. Hát a Szentrényi Ádám egy, ez a YouTube fasz. De az már YouTube. De hogy mit is csinálok, azt megmutatom neked egy picit bővebben. Figyelj csak! Ezt szerintem ez a csettintés, áttűnés úgy működött volna, hogyha rögtön áttűnik, és nincs ez a 10 éve sem menő. Kicsit háttérben van a fény, de jó, rendben. Amivel én foglalkozom, az egyik az ex-visszahódítás, a másik a társkeresés. Ex-visszahódítás. De a társkeresés kócsok is nekem az ellenszembes dolog, de az, hogy ex-visszahódítás, na majd erről beszélgessünk, szakítotok egy csajjal, és te elmész egy specialistához, hogy segítsen visszahódítani, az egy olyan kapcsolat, amiben az ember vissza akar lépni? Kezdjük az ex-visszahódítással, az a szívem csücske. Ex-visszahódítás. Nagyon sokszor azt látom, meg azt tapasztalom, az emberek többsége arról beszél, hogy nincs értelme. Felmerítve, csak a töltött káposzta jó. Annak nincs értelme, hogy ugyanazt a kapcsolatot folytassátok virágszálaim, ami eddig volt. Virágszálaim? Én érzem úgy, hogy én itt kicsit
Megvan nekem itt mondva nagyon a tuti. Az a kapcsolat nem működött kettőtök között, ami volt korábban. Lehet, hogy egy új kapcsolat, az tud működni. Ez olyan szépen hangzik, hogy van egy exed, és akkor azzal nem folytatni, hanem egy új kapcsolatot csinálni. De ez gyakorlatban mit jelent? Amikor históriádban valakivel nem tudod nulláról kezdeni, nincs ilyen basszus. Ha csak nem, mindkettőtök amnéziás. Nem? Alapvetően kompatibilisek vagytok egymáshoz, alapvetően szeretitek egymást, csak valahol félrecsúszott ez az egész. Vagy sosem voltak kompatibilisek, sosem szerették igazán egymást, és csak végre szakítottak. Nálam az ex-szúdítás, ez nem arról szól. Nem az az érzésem, hogy ez a csávó tudja, miről beszél, az, hogy ha most épp porszívóra lenne szükségem, azt próbálna rám sózni, nem? Én azt gondolom, hogy ha nem mész el a falig, addig nem fogod tudni lezárni magadban egyébként a kapcsolatot. Mire gondol, hogy nem mész el a falig? Mert ezt lehet, hogy ha egy creepy fasz lennék, akkor az jönne le, hogy én zaklatnám emiatt a csajt, és amíg fel nem jelent, és távolságtartásit sem kér, addig nem mentem el a falig. Szóval ez nem biztos, hogy végtelenségig erőltetni kell, főleg egy ex visszahódítást. És nem mész el a falig, de közben egyébként meg sóvárogsz utána, mert még mindig szereted, akkor az lesz, hogy nem fogsz tudni igazából társas sem keresni. Nem jó magyarázni és ütögetni az asztalt, miközben az asztalon van a kamera. De most ez megint mi az, hogy te szereted még, de ő már nem szeret, akkor nem kell elmenni a falig ahhoz, hogy lezárd, mert idegesítő creepy seggfej leszel. Én azért szeretem ezt a tevékenységet, mert azzal indul, hogy adjunk értéket neked. Nem azt mondom, hogy tér. Na, nekem van csak ellenérzésem lehet ezekkel a társkeresés tanításokkal. Pont a társkeresés az a dolog, ahol tényleg fontos lenne, hogy magadat ad, hogy ne játszmákkal jussál A-ból B-be, hogy ne sablonokat vegyél föl. Lehet tanulni azt, hogy jobb legyél társkeresésbe, de az nem azzal tanulod meg, hogy társkeresést tanulsz, hanem azzal, hogy például megnöveled az önbizalmad. Azt nem társkeresés tanulással lehet, hanem mondjuk elkezdesz egy hobbit, nem tudom, elkezdesz sportolni, vagy ilyen dolgok, beszélgetsz emberekkel, de az, hogy társkeresést így tanulod, hogy így, és akkor így le van írva, hogy ilyen sablonok szerint viselkedik egy ember, és akkor te így, nekem ez nagyon furcsa. Találjam ki téged. Ki vagy te? Miért akarna veled újra együtt lenni? Mi az az érték, amit tudsz neki mutatni, adni, amire azt mondja, hogy őt akarom? Hogyan tudsz egy olyan értékes emberré válni, hogy amikor rád gondol, akkor megremegjen a térde? Milyen teki? Jegyzetei, vissza kell oldítani az exet, basszus. Ha még el is hinném ezt a dolgot, amit mond, akkor is ez az előadásmód olyan tenyérbe mász, olyan... Ja, meg egyébként csak rá tudjam gondolni. Egy kósza, szempár, egy széles vál, egy formás csípő, ne tudja őt meginoktatni. De nézd a csávó fejét, miközben ezt mondja, figyelj! Formás csípő, ne tudja őt meginoktatni. Valaki ilyen színészképzőbe járt volna egy évet, és utána valami monológot lenyom, és érzed, hogy az egész ilyen... Castingon? Ilyen furcsa, de... Na, ha meg tudja, akkor apám tényleg pocsik a kapcsolatotok. De arról mondjuk egy picit azért te is tehetsz. Kicsit tenyérbe mászol. Hogy azért szeretem messze a legjobban egyébként az exi szódítás, mert... Úgy beszél róla, mint egy ilyen marketing dologról. A kedvenc marketing eszközöm. Nem csak most beszél úgy végig, hogy az ex visszahódítás csomag. Ott tudnám ajánlani, vagy a új párt keresünk csomagot, és akkor itt vannak a prémium csomag. De ha hozol egy újabb ügyfelet, akkor olcsóbb lesz. Ja, egy harcos alkot vagyok. Imádok küzdeni. Én mindig elmegyek a falig. Én nem biztos, hogy erre büszke lennék. Az ember elmegy a falig, várjál! Most olyan bölcs leszek, figyelj, ha ember elmegy a falig, nagyot koppanhat. Parum! Ez egy folyamat. Nálam nincs egy órás konzultáció. Nem hiszek benne. Ja, ez túl olcsó.
Jössz, nem mondom, tuti, yeah! Aha, és mit kezdesz vele? Ugye szeret mindenki úgy tekinteni az emberekre, hogy ugye mi lelkünk van, meg minden, de gyakorlatilag kémiai reakciók vagyunk egy agyban, amit, hogyha lenne egy szuper számítógép, ami modellezni tudná a teki agyát, akkor meg tudná jósolni, hogy mit csinál, mert lehet, hogy mindannyian csak kémiai reakciók vagyunk, és egy idő után teljesen kiszámíthatóak leszünk, és csak azt hiszük, hogy van valami lélek bennünk, miközben robotok vagyunk mi is, csak szerves robotok. Szóval ez jut eszembe egy kicsit ilyenkor, amikor így próbálják megközelíteni a párkapcsolatot. Lehet, hogy jogos, hogy így innen szemlélik, csak valahogy nekem pont a lényeg veszik el. Ja. Kezdjük el együtt dolgozni. Hétről hétre, lépésről lépésre. Építsünk fel egy stratégiát. És menjünk előre. Keci, bassza meg. Tényleg, ez... Mennyire romantikus, hogy összejössz a Norbival, és elkezditek, na ki, mi lesz a stratégia? Hogyan fogod visszahódítani ezt a csajt? És akkor utána bevallod ezt neki, hogy volt egy coachom, aki megmondta, hogy hogy viselk. Nagyon fura ez. Álló autót nem lehet kormányozni. Kormányozni lehet, csak nem megy sehova. Na, hát érted, mire gondol. És ha nagyon kell, akkor tudunk két konzultáció között telefonon beszélni. Persze nem hétvégén, mert az nekem is kell. Jogos, hát hétvégén nem non-stop ügyfélszolgálat ő sem, hát na. Jó, ja, van egyébként, amikor hétvégén találkozunk, meg konzultálunk, de az egy másik történet, az én saját döntésem. Mert ha szükség van rá, akkor csináljuk. Ez a világ, ez nem az én világom, de lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy ő többet tud segíteni abban, hogy visszahódítsd az ex-et, de kérdés, hogy vajon ez jó dolog-e? Nekem ez az életem. Én ezt szeretem csinálni. Túl sok randi gurut nézett. Láttad ezt a filmet? Másik nagy szerelem az a társkeresés. Hát ez a másik. Ami lehet. Társkeresés és ex-visszahódítás. Hogyha ez egy reklámvideó, akkor szerintem ez a sok, ez a 10-11 perc amúgy. De érdekes ez az ex-visszahódítás. Én mindig is elemeztem ezt a ex-ekkel újra összejövünk dolgot, és mindig is furán néztem azokra, akik ezt csinálják, és újra összejönnek, és újra szakítanak, és aztán nyilván addig ellenzi ezt az ember, amíg ő bele nem kerül ebbe. Ez van, én is megtapasztaltam ezt. Ismerek embereket, akik talán szakítottak, és újra összejöttek, és azóta boldogan együtt vannak, de szerintem ez a ritkább. Mondok hasraütés szerint egy számot, mondjuk 10-ből egy ilyen, hogy érdemes összejönni újra az ex-el, mert volt ott valami félreértés, vagy olyan életszituációban voltak, ami hát nem kedvezett a kapcsolatnak, de amúgy általában egy szakítás után, főleg, hogyha évekig jártak valakivel, az egy furcsa szituáció, egyedül érzik magukat, és akkor így könnyen visszamenekülnek, és nem feltétlen azért, mert az a kapcsolat az annyira jó volt, hanem mert hirtelen egyedül vannak, és visszavágynak a biztonságba, hogy na jó, van, aki van ott. Remélem legalább nézi együtt egy pár, aki már szakított, és újra összejöttek, és kínosan feszengenek. Mik ezt messzik? Újra összejöttök, akkor egy ideig újra, ugye jó megint minden, de aztán újra felszínre törnek általában ugyanazok a problémák. Egyre kevesebb ideig lehet ezt a felmelegített kapcsolatot húzni. Szakítotok, de lehet, hogy közben azért elcsesztetek még pár évet együtt. Persze lehet, hogy szép évek voltak, az is lehet, de lehet, hogy már csak nehezen engedtétek el egymást, és ahelyett, hogy az első alkalommal lubickoltatok volna egy kicsit a fájdalomban, de aztán mondjuk pár hónap múlva, fél év múlva már sokkal jobban lettetek volna, és kész vagytok tovább lépni, helyett még évekig húzzátok, és utána ugyanúgy szar lesz majd, csak még előtte elbasztatok jó pár évet. Szóval ez szokott lenni szerintem. Minden párkapcsolat más, de azt elképzelni, hogy valaki elmegy egy ilyen emberhez, hogy na dolgozzunk ki a stratégiát, hogy hódítsam vissza az exem. Nekem ez furcsa.
Meg nyilván akkor akarsz főleg összejönni az Excel, hogyha mondjuk ő rakott ki téged, és akkor ő már láttad, hogy tovább lép, vagy tovább lépne, és te meg még szereted őt. Hát igen, az, hogy valakit szeretsz, aki már nem szeret, és nem tudsz mit csinálni, tehetetlen vagy, az egyik legszarabb érzés, borzalmas, és akkor lehet ilyen kétségbeesésben ilyen emberekhez fordulnak, de nem túl korrekt egy ilyen lelki állapotban lévő embert kihasználni. Vagy legyen valami végszava ennek, hogy nem azt mondom, hogy ördögtől való összejönni az Excel újra, de a legtöbb esetben ez inkább csak újra egy kis komfort keresése, van egy kis, nem azt mondom, hogy de egy kis gyávaság van benne. És a legtöbb esetben ez csak késleteti a elkerülhetetlen. De az is lehet, hogy sok párkapcsolat van a között, hogy újra összejönni az exet, de már olyan fura, hogy az is nagyban meghatározza a kapcsolatainkat, hogy melyik életszakaszba találkozol valakivel. Nem? Ez olyan furcsa. Akivel mondjuk gimiben találkozol, és utána még lesz 2-3 komoly kapcsolatod, az tök fura, hogy mi lett volna, hogyha vele találkozol mondjuk 30 éves korodban. De ez nagyon furcsa nekem. Lehet, hogy addigra már teljesen más emberek vagytok, és nem is tetszenétek egymásnak, csak érdekes, hogy nagyon meghatározzák is. Igazság szerint ezzel indultam. Ez hamarabb volt, mint az ex visszaódítás. Én volt egy társkereső irodám Zuglóban. Társkereső milyen? Iroda. Társkereső iroda? Lehet, hogy itt... Biztos, hogy ott tett neki a Tinder amúgy. A gyermekem anyja indított egyébként el, de aztán én átvettem. És úgy feltűnt néhány. Gyermekem anyja? Szóval az ex-e? Szóval az ex-e? Én akarok tartani egy társkereső live-ot. Az jó lenne, nem? Olyat kéne, hogy egy Zoom live, és akkor egy lányt behívunk meg egy fiút, és akkor, ha tetszenek egymásnak, van 3 percük, ott irányítom a beszélgetést, és hogyha tetszenek egymásnak, akkor számot cserélnek, hogy valami. Vagy... Most írja mesélj, hogy megcsinált a szombat. Hogy belenéztem a live-ba, de erre nem emlékszem. De Zoomba így bejöttek 2 ember, nem emlékszem én is. Nem tudom, hogy úgy csinálta meg, hogy én gondolom, hogy ilyen kurva kínos legyen az egész. Mondjuk nem is tudom, hogy lehet-e máshogy. Bobitól szívesen kérek engedélyt, hogy ezt lekoppintsam. Na mindegy, ez csak egy ezredik ötlet, amiből sosem lesz semmi. A nagy cél, meg a nagy álom a társkeresés kapcsán, hogy egy nagyon jól működő társkereső közösséget létre lehessen hozni. Milyen közösség az, amiben, hogyha értelmet kap az a közösség, akkor rögtön ki is kell lépni, mert mi egy értelmet kap a közösség, már nem is akarsz tovább a közösség része lenni. Szóval hogy képzeli pontosan? Lehet-e hatékonyabban kiépíteni közösség, társkereső közösséget, mint mondjuk a Bumble meg a Tinder, vagy egy normál kocsma? Egyszer nem lesz elég ember, aki ebben a közösségben lesz. Miért kell lesz te? Ott a Tinder, ahol a csaj meg a csávó az megtalálhatja egymást, anélkül, hogy bármilyen embernek közvetítenie kell ezt sok pénzért. Úgyhogy sajnálom, de 2021-ben felesleges ez a dolog. Felesleges. Ez majd a következő nagy lépés lesz. Mert ez mindig egy hihetetlenül felemelő érzés vagy pillanat, amikor beszélsz valakivel, és azt mondja, hogy figyelj, megtaláltam. Őt kerestem mindig is. Csillog a szem. Na ezért szeretek társkeresőkkel együtt foglalkozni. A csillogó szemek miatt. Rapagos 20 000-esek miatt. Na, én elhiszem, hogy szeret ezzel foglalkozni, de attól még egy kicsit marketing szöveg, szaga van ennek az egésznek. Lehet, hogy ő adja elő rosszul. Szóval ezt kell rólam tudni, ez a két terület van, ami nagyon-nagyon fontos nekem. És amúgy nem lettem sokkal okosabb. Ha már valami bizniszem van, akkor legalább fölvázolom, hogy ezt lehet, itt lehet jelentkezni ennyi pénzért. Nem szeretem, hogyha valaki valami szolgáltatás hirdet, és nem jelöli meg, hogy mennyi pénz. A kiútkeresők videóit, ha nézitek, akkor ne lepődjetek nagyon meg, mert ott vállalkozásfejlesztéssel is fogok foglalkozni. Mindenhez én! Vállalkozásfejlesztés! Gondoltam, hogy valami ilyen is ki fog élni. És hogyha akarsz, beszállsz a gyémánt csomagba is,
és csak 10 embert kell magadnál beszervezni, aki beszervez 10 embert, és már is dolgoznod se kell. Aki nézte a 6 lépést, az tudja például, hogy az apukám foglalkozik például ilyen válságmenedzseléssel is, és én például a diploma munkámat, amiben ő segített, azt arról írtam, hogy hogy vásárolnak fel cégeket. Elképesztő sok tudás és munka kell ahhoz, hogy egy céget feltérképez, mi működik, mi nem, és tudom, hogy mennyi tudás és mennyi tapasztalat kell ahhoz, hogy egy ember ilyen cégeket vezessen, vagy átvilágítsa őket, meg ilyenek, és ezért az ilyen embereknél, amikor azt látom, hogy nem hiszek nekik. Nem hiszek nekik, hogy a cégemet felvirágoztathatnák. Szóval azok után, hogy én ezeket látom komolynak, azok után ez annyira ilyen, annyira ilyen Tesco gazdaságos, de hogy mondjam. Amúgy az ex-visszaújítást, és ezt is ilyen biznisz jellegűn adja elő, szóval ilyen szinten lehet, hogy elsajátított egy felfogást, ami nekem nem tetszik ez a felfogás az életről, a világról. Tényleg ez volt a kegyelem döfés, hogy biznisztel is foglalkozom. Milyen egyetemre jártál? Hát a mindenes egyetemre. Most az, hogy vállalkozás, az annyira általános dolog, hogy nem ugyanúgy kell egy pékséget üzemeltetni, mint tudom is én egy YouTube csatornát. Ez annyira más a kettő, hogy nem hiszem, hogy egy ember mindegyikhez ért. És mellette még az exedet is visszahódítja. Örülök, hogy végignézted ezt a videót. Nem biztos, hogy örülni fog, hogy én végignéztem ezt a videót. Irány a tolvajnorbert.hu. Vedd fel velem a kapcsolatot. Töljük és csapassuk a ritmust. Szevasz. Király! Hát, oké. Nem kell egyedül lenned. Ex visszahódítás. Szakítás után. Társkeresés, sajtó. Ide ki fogja rakni a videót, amit róla csináltam? Nézd meg, bazd meg, Jakub csekben. Párkapcsolati kovácsmester. Video find not found, oké? Akkor ezt, az RTL klub. Kapcsolattartás az exekkel. Édes atyám. Ez egy aranybány, hát basszus, én egész nap ezt akarom nézni. Tolvaj Norbert, párkapcsolati kovácsmester. Te a párkapcsolatokkal foglalkozol. Nem bírom. Mi a faszom? Párkapcsolati kovácsmester. Nézd. Itt volt a Create Girls is. Ez egy komoly ember. Mi kell az, hogy mindenhova meghívjanak a tévében valami kapcsolatrendszer? Vagy mi a franc? Vagy egyszer már így halásszák az embereket, mert egy reggeli show, ezek órákig mennek ezek a reggeli show-k, és érted, a Create Girls, aki egy YouTube videójuk volt, már meghívták őket vendégnek. Úgyhogy vagy van valami kapcsolati háló, amin keresztül mindenki bekerülhet, vagy annyira elkeseredettek ezek a reggeli show-k, mert egyszerűen nem lehet kitölteni ennyi vendéggel, ennyi műsoridő, az úgy, hogy van vagy 5 reggel is, hogy mindenkit behívnak, akit csak tudnak. Mindig egy érdekes, meg izgalmas történet, hogy hogyan tartsuk, hogy tartsuk-e egyébként a kapcsolatot egyébként az exünkkel. Mi? Ne. Más tanács kell? Nem azt mondom, hogy nem szabad neki válaszolni, meg ilyenek, de az, hogy az exeddel még mindig így legjobb barátok vagytok, az nekem furcsa. Nyilvánvalóan fura dolog az, hogy valaki nagyon fontos az életedben, tényleg egyik legfontosabb ember az életedben évekig, és utána meg semmi. Ez egy nagyon furcsa dolog, de valahogy azért így működnek ezek, és tök jó, utána összefuthatok, akkor beszélgethettek, meg valamiért biztos beszélgettek néha, de az, hogy folyamatosan így tartani a kapcsolatot, az ritkán jön ki belőle jó dolog szerintem, hosszú távon. És akkor akár az is belefér, hogy naponta beszélünk, akár rendszeresen találkozunk. Naponta beszélünk az exünkkel, miért? Miért tennél ilyet? Úgy aztán tényleg könnyű lesz tovább lépni és egy új párkapcsolatot keresni. Bocs, most nem érdek rá rendezni, naponta beszélnem, meg találkoznom az exemmel, akinek már úgy, aki ugyanúgy nem tud tovább lépni, és megnyomorítjuk egymást lelkileg. Rátabb ugye az szokott lenni, hogy megjelenik ugye az új partner, és akkor így, miért akarsz megint vele találkozni, mert ő még nem bízik önmagában, mert nincs meg kettőtök között a megfelelő bizalom, és akkor azon kezd el erősen gondolkodni, hogy valószínűleg ők még nem zárták le ezt a kapcsolatot, valószínűleg. Nem is értem. Miért lehet ez? Randizok egy csajjal, aki még az exével találkozott folyamatosan. Hogy feltételezhetném azt, hogy nem zárták le még azt a kapcsolatot?
ez alternatív valóságok. Elkerülhet. Fú, nem, már tudom, miért nem nézek reggeli műsorokat amúgy. De én vagy a piro... De ki néz? Ki néz? Utálom az ilyen jópofáskodó beszélgetéseket. Azért jön, mert hogy szeretném. Nagyon sokszor előfordul, hogy valaki azt gondolja, hogy lezárta. És nem is biztos, hogy tartják a... Ilyeneket én is tudok, elmentek a tévébe szakérteni. Sokszor előfordul, hogy nem zártad le a kapcsolatot magadban. Kezdjük, kérek egy diplomát. Párkapcsolati tanácsadó diploma. Tudom, miért csak így bekopok. Ízletes negatív jelzőkkel címkézik a... Azt én sem értem, amikor valakivel jársz, és utána úgy váltok el, hogy csak rossz szavad van róla, csak szidod. Szóval én az exeimet teljesen jó fej, csajok, meg minden. Tehát így alakult, ahogy alakult, de mindegyiket nagyon tisztelem és szeretem amúgy. Nyilván lehet olyan szitu, amikor úgy váltok el, hogy tányércsapkodás van, meg megutáljátok egymást. Én ezt nekem, hál' Istennek, ilyen nem volt, de az még nem azt jelenti, hogy naponta majd csevegni fogunk. Ja, érdekel, hogy mi van velük, de amúgy nem jut eszembe az, hogy na most csevegünk hetente telefonon. Az lehet egy jó tanács, hogyha... Párkapcsolati kovácsmester, én nem tudok ezen túllépni, sajnálom. Van egy nőben. Meg tudod mutatni, hogy nézd. Micsoda szexista műsor, a férfiak beszélgetnek, a nők meg főznek a háttérben. Végre valami, ami még a régi értékeket képviseli. Látod, én akár egy jó baráti viszonyú. Jó, legyen már vége. Ahogy sok helyen megjelent, RTL klubnál visszatérő vendég. Próbálom összefoglalni a gondolataimat, csak nehéz, mert nyilván mindenki lehet segíteni. Valamiért nem ezt éreztem, hogy itt most valós tanácsok vannak, hanem azt éreztem csak, hogy itt valamit rám akar sózni. Bullshit tornádóban, és valami sok pénzt kell a végén fizetnem majd, hogyha tényleg akarok ebből valamit. De ezek a párkapcsolati coachok, ezek a business coach, mert ugye az is, ezek szerintem... Ezek ilyen a 21. század egy parazitái. Nem sikerült szépen mondanom a végére. Most nem tudok mit mondani. De, hogyha valakinek erre szüksége van, engem nem zavar, hogyha ezt igénybe veszi ezt a szolgáltatást, de nekem ellenérzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport! Megfosom! Fókuszcsoport! Fókuszt mondtál? És szombaton ismét találkozunk. I'm about to blow this. I'm ready to